Kocsmádi Gábor vagyok, építész, urbanista, 70 felé közeledve, talán fontos. Középiskoláim után, amiket Szombathelyen végeztem a híres, akkor híres Nagy Lajos gimnáziumban, a Műegyetemnek az építész mérnöki karára kerültem, szerencsére egyből fölvettek. 65-ben végeztem ott. Kitűnő tanáraim voltak, persze nem mindegyik, egy furcsa átmeneti időszak volt, amikor még az 50-es években oda került tanárok ott voltak, de voltak már fiatalok, újak. Pogány Frigyes például, vagy Hajnóci Gyula. Érdekes módon az építészettörténeti tanszéken voltak akkor a legkiválóbb előadók. Elvégezve a kart, nagyon sikeresen indult, legalábbis kívülről úgy nézett a karrierem, mert 65-ben a diplomatervemet kiküldték a Párizsi Nemzetközi Építész Szövetségnek a kiállítására. Nem ért az égvilágon semmit, nem is volt annyira jó terv, de úgy tűnt, hogy nagyon szépen indulok. Ez az indulás egyébként azt jelentette, hogy az építőminisztérium mérnöki karnak a akkor városépítésének hívott tanszéke az úgynevezett társadalmi ösztöndíjat kötött velem, ami azt jelentette, hogy kötelezően 5 évig ott kellett dolgoznom. Örültem neki, tehát nem volt ez annyira kötelező. Minden esetre azóta én azon a tanszéken dolgozom, még nyugdíjasan is, és sok mindent végigéltem tanártársaimmal együtt, és természetesen hallgatóimmal együtt. Nagyon röviden mit is tettem a szakmában. Hát azon túl, hogy tanítottam először hallgatói terveket, konzultáltam, ahogy ezt mondjuk, tehát a hallgatók hozták az elképzeléseket, belejavított az ember, javaslatot adott, és ebbe bele is rajzolt, ez nem szabadott volna, de hát a szakmai munkához is hozzátartozott a hallgatóknak a tanítása, és sok mindent a hallgatókon keresztül kísérleteztünk ki. Első körülbelül 15 év az a tervpályázatoknak a készítése jegyében telt el. Elég sikeresek voltunk, egy-két kollégámmal kisebb csapatokat alkottunk. Mondjam, ebből is éltünk tulajdonképpen, tehát lakást is azért tudtam viszonylag hamar vásárolni egyetemi kölcsönnel, OTP kölcsönnel, mert ezekből a tervpályázatokból valamennyi összejött. És közben jöttek a következő munkák, ezek már hivatalos tervek voltak. Mások voltak a várostervek abban az időben, akkor úgy megrajzoltuk azt, hogy milyennek szeretnénk látni a jövő városát. Hát persze konkrétan Békéscsabát, Balassagyarmatot, ezek voltak azok a nagyobb települések, amik komolyabb terveket készítettünk, de dolgoztam Magyar Polányinak a Műemléki utcájára. Lényeg az, hogy belekerültünk a tervezésnek a körébe is, a hivatalos várostervezésnek, településtervezésnek a munkáit is megismertük. Az élethez is egy kicsit közelebb kerültünk, sokat jártunk vidékre, emberekkel is találkoztunk. Ez mellékes munka volt az oktatás mellett, azért ez lényeges. Előadásokhoz az 80-as években jutottam több más fiatal kollégával együtt, egyszerűen azért, mert akkor az idősebb generáció félreállt, és furcsa módon félreállították. A hallgatóság volt már akkora ereje, hogy azt a tanszékvezetőt, aki akkor hát az előadásokat tartotta, azt lemondották a tanszékvezetésről, és nem szavazta meg a kari tanár. És akkor hirtelen mi fiatalok átvettük egy-két idősebb kollégával együtt az előadásokat, és akkor úgy éreztük, hogy mi most valami gyökeresen újat tudunk produkálni, és ezt a kicsit hát nem azt mondom, hogy ilyen túlzottan a szovjet felé, meg a szocializmus irányában elkötelezett idősebb kollégától átveszük most a nyugati orientációt, mert az 60-ban már megtörtént, tehát 60-ban vége volt a szocreálnak, sőt már hamarabb is. De
elkezdtük azt a szakirodalmat olvasni, amiben Max Weber benne volt, meg a Polányi Károly, akiről fogalmunk se volt, hogy kicsoda gazdaságtörténész, nyugati irodalom, és egy gyökeresen új előadásorozatot építettünk föl. Nekem a település tervezésnek a története jutott, abból is bizonyos korszakok, és aztán ennek folyamányaként egyre több helyen jutottam előadásokhoz, még a Közgazdasági Egyetemi statutamórákat, a tájépítészkaron, a Kertészeti Egyetemen, más karain az egyetemnek. Ez volt a következő fontos lépés. Aztán egy izgalmas, de mára már befejeződött történet az, hogy neves szociológusokkal, közgazdászokkal alapítottunk egy magáncéget, ez a Városkutatás Kft. Angol nevén a Metropolitan Research, az MRI is nevezik külföldről. Máig sikeres, úgy tűnik, hogy a mostani időszakban is, és ott lakáspolitikával és várospolitikával kezdtem foglalkozni, olyan kérdésekkel, amik még közelebb vittek a való élethez, és borrasztó szerencsém volt 90-es években az, hogy bekerültem olyan munkákba, amikken keresztül átláttam azt, hogy mit jelent ez az új világ, és egyáltalán mit jelent az igazi tervezés, az igazi városok ügyekben való gondolkodás. A budapesti városrehabilitáció, a város megújítási koncepciónak az egyik szerzője voltam. Aztán a 2003-ban elfogadott városfejlesztési koncepció három változatát készítettük el, annak is az egyik szerzője. Emellett párhuzamosan az akkori minisztériumok, mindig más minisztériumát tartozott az építésügy, a településügy, azoktól is kaptam megbízásokat építési joggal, olyan kérdésekkel kapcsolatban is, mint az ingatlanadó, ami annyiszor próbált megvalósulni, de egyszer sem sikerült, tehát éppen két éve az Alkotmánybíróság egy közbeszólása miatt nem lehetett bevezetni, és egyéb okokból. Tehát beletanultam abba, ami, hogy mondjam, a fejlett világban a várostervezést jelenti. Nyugdíj fontos volt, hogy a tanszéket 2000 és 2005 között vezettem, ez 2003 év lett volna, az utolsó évet azt már nem hosszabbítottam meg. Azóta nyugdíjasként dolgozom, tanulmányokat készítettem, még hallgatókkal foglalkozom, tehát órákat is tartok, egy kicsit pszichológiai jellegű tárgyat vezetek, mert ma volt, tegnap volt egy ilyen órá, az idejövő külföldi hallgatóknak angol nyelven tartok órákat, elég nehéz, bocsánat, angol nyelven előadásokat tartom, ezért ma reggel volt 10 óráig, középkori várostervezésről, és hát most próbálok egy igazi magán, saját könyvet írni, meddig csak könyvfejezeteket írtam az európai városépítésnek a történetéről, hát ez szakmai életrajzom nagyon röviden. Hát nyugdíjasan az ember megpróbál tovább dolgozni. Tapasztalatom az, hogy azok a kollégáim, akik úgy teljesen elszakadtak a munkahelyüktől, azoknak nem volt kellemes az utolsó 5-10-15 évük. Éppen néhány, egy bizonyos kollégánkat most temettük el, és ezt nagyon tapasztaltam. Úgyhogy megpróbálok amennyit csak lehet dolgozni, gondolkodni, az érdeklődésemet ébren tartani, miután korábban, pár évvel ezelőtt még jutottak olyan munkák, kisebb-nagyobb kutatások, amivel hát ezt a ébrentartását az agynak ezt sikerült megőriznem. Most egy könyvnek az írásába kezdtem, amely könyv a városépítésnek a történetét próbálja úgy leírni, ahogyan még nem írták le. Nemzetközi szinten talán ehhez hasonlót produkáltak,
de itt Magyarországon nem. Nem egy időrendi leírás lenne, hogy mi volt az ókori keleten, Rómában, görögöknél, középkorban, hanem megpróbálni a városokat alakító legfontosabb hatóerőket rendszerezni először, és ezeket a hatóerőket összefoglalva a város típusokat, mondjuk mi, hogy archetípusokat először megfogalmazni, és miután az alaptípusoknak a rendszerét sikerült kialakítani, ezek után kezdjük el az időrendbeni tárgyalást. Tehát most jutottam el oda, hogy a bevezetés már megvan, és az időrendben való tárgyalást azt most kezdem el. Hát természetesen ilyenkor megvannak az előadási tapasztalatok, tehát amiket akár csak ma is mondtam a tervezett városokról, amiknek az alaprajza általában szabályos háló, vagy valami egyéb fajta szabályoság van benne, hát ez egy bizonyos bokorban kezelve, remélem, hogy ez a kicsit más jellegű rendszere is ennek a könyvnek sikerülni fog. Órákat tartok, egy környezetkultúra nevű tárgyat tartok, ami megpróbálja az ember és a környezet viszonyát inkább a pszichológia és a pszichológiához kötődő egyéb szakterületek oldaláról vizsgálni. Nem vagyok pszichológus, de annyit megtanultam, hogy a saját szakmámat tudom a pszichológus felől nézni. Hol sikerülnek ezek az órák, hol nem, mert azért nehéz egy olyan nyelven beszélni, amely nyelv nem egészen az építész nyelve. Másik kérdés az, hogy ez már nagyon divatos. Tehát sok-sok pszichológus megfordul a tanszéken, kiváló emberek, akik órákat tartanak ilyen témákban. Másik tárgy, amit általában tartok, az közgazdászoknak, ingatlanfejlesztőknek olyan ismereteket közöl, amely az ő számukra talán egy kicsit mellékes, hogy milyen a város, meg milyen a szép város, meg mi az építésznek a véleménye őróluk. Néha kapok tárgyakat, amikor arról kell beszélni, hogy a városfelújításnak milyen a rendszere. Most legutóbb egy megbetegedett kollégám helyett kellett beszélni a kertvárosokról. Tehát nagyon sok előadást állítottam össze, amik ugye elő lehet venni a számítógépről, és hogyha megkérnek, hogy most beszéljek erről, akkor azért azt mindig megteszem, hogy előbb átnézem, kiegészítem és utána mondom el, de van a háttérben egy nem tudom, hány gigabájtnyi anyag, amit az ember dolgozik. Ez olyan érdekes, az építész az úgy beszél, hogy képeket vetít, és a képek mellé teszi a szövegeket. Tehát nem úgy, ahogy egy pszichológus vagy egy szociológus, hogy egy szövegvázlatot vetít fel nálunk, az építész hallgatókat a képekkel kell megfogni, és a képekhez kapcsolódóan lehet elmondani azokat a mindezőben okosságokat, amiket az ember fontosnak tart elmondani. Hol is kezdem a sikereket? Amit elmondok, az még nem siker volt, de egy sikernek a kezdeménye. 68-69-ben, nagyon korán, nem később volt 70, mert már az első lányom megszületett, kaptam egy lehetőséget, hogy elmenjek Salzburgba egy amerikanisztikai szemináriumra, ahol a Johnson elnöknek az egyik tanácsadója adott elő, neves építészek, Jakob Bakéma, egy új amerikai városnak a tervezője, és ahova hárman mehetünk el, egy Láng Tivadar nevű építész, Győri István, a Városépítési Tervezővállalattól, a Tivadar tanított az Ybl Főiskolán, én pedig a Műegyetemről. Hogy kerültem bele? Azt hiszem azért, mert akkor éppen a főnök éppen a minisztériumban államtitkárként vagy miniszterhelyettesként dolgozott, és hirtelen kellett találni egy embert, aki tud valamennyire angolul. Nem nagyon tudtam, nem volt a könnyű. Még akkor. Lényeg az, hogy ott összeismerkedtem közelebbről Láng Tivadarral, aki elkezdte nekem mondani mindazt, amit tud a világról. Többek között a Wagner, már nem tudom melyik ciklusnak a történetét, Innsbruckból egy ócska bogárhátú Volkswagenen visszafelé vezetve a hóban. Tehát egy óriási tudású ember volt, és
Ő volt az, aki miatt én elkezdtem igazán komolyan gondolkodni várostörténetről, városról, dolgokról, mert öregem, hát az, amit ott ti csináltok, ez a rajzolgatás, ez nem ez az igazi. Igaza volt, és ezek után következett egy furcsa dolog, ami aztán valóban az első és talán a legnagyobb sikerem, hogy ez a bizonyos Vágtivadar, amikor a fővároshoz került a főépítész iroda egyik beosztottjaként, talán osztályvezető volt, pontosan nem emlékszem, átjött a tanszékünkre, és az akkori főnöknek elmondta, hogy a 9. kerületnek kellene valami tervet csinálni. A 8. kerület már kapott, ott tudjátok, ott épül is a Szigony utcai lakótelep. Hát nem fognak ezek ilyen pénzeket kapni, hogy ilyeneket építsenek ott, de legalább egy tervet csináljatok nekik. Hát csináltunk egy tervet, ami több változatban készült, először még lakótelepszerűen, aztán az utolsó változat, amikor egy másik főépítész irodai kollégától kaptam egy szidást, hogy hogy lehet ilyet rajzolni a belvárosba. Miközben ilyesmi épült, de ő neki meg volt a véleménye, műemlékes volt, hogy ide lakótelep ne jöjjön, és akkor sikerült egy olyan koncepciót felrajzolni egy kis vázlattal, ami azt mondta, hogy építsünk egy újabb hálót a meglévő hálóra, udvarokkal, kiskertekkel, fasorokkal, amitől egy kellemesebb környezetet hozunk létre, lebontva a rossz házakat, helyükre újakat építve, és 83-ban ezt el is fogadták, mint rendezési tervet, 86-ra már álltak épületek, 90-ben, amikor az új önkormányzat létrejött, akkor egy ideig elgondolkodtak azon, hogy mit is kezdjenek ezzel a megkezdett építkezéssel, 92-ben egy saját vállalatot hoztak létre, az egyik pályázó ellenfelem, korábbi ellenfelem lett az igazgatója, Acél Gábor, most az Urbanisztik Társaságnak az elnöke, és folytatódott a dolog. Még vannak, akik tudják, hogy az első rajzokat én rajzoltam, a polgármester nem tudta, Geges ide, aztán meggyőzte tőle, valóban tőlünk. Valóban ez volt a legnagyobb sikerem, és úgy tűnik, hogy akik egyáltalán rólam tudnak, azok ezzel a ferencvárosi rehabilitációval kapcsolatosan emlékeznek rá, vagy tudják, hogy egyáltalán ki vagyok. Na most a sikerek azok részben ezzel függtek össze, tehát az Ibl-díjat azt 95-ben erre tekintettel és az oktatási munkámra tekintettel kaptam. Aztán a másik két már ugye a nyugdíjas korhoz kötődő díjak, a Hild érem, amit tavaly, sőt ebben az évben kaptam, és előtte pedig a Pro Régió díja, pedig kimondottan a település tervezőknek, regionális tervezőknek jár. Ezek már, hogy mondjam, az öregkornak a díjai, tehát ezekkel nem. Büszke vagyok rájuk, de hát tudom, hogy ez hozzá kell kapcsolódjon a kor is. Építészek nem sokat publikálnak, és ez hosszú ideig rám is igaz volt. Inkább, ha kaptunk valamilyen kutatási feladatot, a nálam idősebbek kapták, és bizonyos részfeladatokat osztottak le ránk fiatalabbakra, akkor ezekbe beledolgoztunk. Mindenfajta munka készült a tanszéken, ilyen jellegű kutató munka, az idősebbek nem voltak tervezők, ők inkább publikáltak. Ami igazán fontos publikációm volt, hirtelen vissza kell gondoljak, hogy melyiket is tartom annak, egy olyan tanulmány, ami arról szólt, hogy milyen környezeti szempontokat kell érvényesítsen a várostervező. Tehát áttekintve a környezetvédelem különböző szakágait, hogyan tud a várostervezés ezeknek a szakágoknak megfelelő szempontjainak megfelelően dolgozni. 80-as éveknek talán a legizgalmasabb munkája az volt, amikor készítettünk Budapestről egy olyan kutatást egy kolléganőmmel együtt, amely megpróbálta bemutatni, hogy milyen lakókörnyezetek vannak Budapesten. 140 lakótömböt vizsgáltunk végig, környezeti szempontból, építészeti szempontból, lakásminőségi szempontból, kik lakják ezeket a területeket.
és még azt is megpróbáltuk, hogy mibe került akkor a 80-as években egy lakás, hát mi van akkor a piac nem működött úgy, mint ma, tehát az eltérések nem voltak olyan jellemzők. Ez egy olyan munka volt, aminek alapján hát megismertem a várost. Tehát elég jól tudom azt, hogy a város mely sarkain milyenek a körülmények. Később, amikor a rehabilitációs munka készült, akkor ezt a tanulmányomat egy olyan labban jelent meg, ami már nem működik. A nevét is elfelejtettem, a Városi Építés Tervezővállalat, a Tanszék és Urmezdék társaság közösen adták ki, egy ilyen tudományos folyóiratként működött. Könyvet igazából nem írtam. Tehát ez azóta is tudom, hogy nagy hiba, de terjedelmes könyvfejezeteket igen. De mindegyike valami önálló feladat volt, amit a örömmel végigcsináltam, aztán elfelejtettem szinte. Az egyik, amit nagyon szerettem, hogy miért ott vannak Budapesten az egyetemek, ahol vannak. Ezt ki kellett nyomozni jogszabályokból, törvényekből, térképekből, egyebekből, és akkor a Rádai Mihályék által készített ilyen témájú könyvnek ez egy terjedelmes fejezete lett. Vagy egy későbbi rokonom, aki Amerikába került, a Batár Attila építész, megkért egy hazai szerkesztővel együtt, a Mihály Gáborral, hogy hát írjunk valamit. Miről írhatnál? Hát mondom, most éppen Budapesten foglalkozom, írok egy komolyabb fejezetet Budapestnek a jövőjéről. És akkor ezt megírtam. Ott volt a háttérben mindazok az elképzelések, amik mint problémák is értékelhetők voltak, amik a városfejlesztési koncepció készítésének fölmerültek, akkor megírtam azt. Aztán volt még más is, de most ezt hadd nem mondjam. A legutolsó, az talán a izgalmasabb bizonyos értelemben, úgy igazán izgalmas, hogy megkeresett a 7. kerületből egy olasz professzor, aki oda jutott, hogy ővelük lép kapcsolatba, hogy egy nemzetközi kutatásban működjön közre valamilyen magyar szervezet is, és ez a 7. kerület lett, és ott építész barátaim, akik ugyancsak dolgoztak a 7. kerületnek, nevemet javasolták, és ez a bizonyos olasz professzor, Dalla Longa professzor bevett ebben a munkába. És hát bizony nagyon részletesen le tudtam írni, hogy ez a bizonyos madácssétány, rehabilitáció, meg minden egyéb, ami azóta ezzel a területtel kapcsolatosan felmerül, ilyen-olyan-olyan probléma, nem menjek bele a részletekbe, az le van írva angolul, és ki van adva Heidelbergben. Egy 90 oldalas angol nyelvű fejezetben. De egyelőre még én nem láttam ezt a könyvet, de tudom, hogy ki van adva. Ilyen és ehhez hasonló dolgokkal foglalkoztam, irogattam, amik mindegyike izgalmas volt, de azt a vállalkozást, hogy most igazán írd meg azt, ami teljesen a tied, erre most 70-hez közeledve vállalkoztam. Hogy sikerülni fog-e, nem tudom, remélem viszonylag egészségügyileg nincs velem túlzottan baj, nagy baj, tehát talán sikerülni fog. És ez az a bizonyos városépítés történet, amiről azt hiszem már beszéltem. Az elején már mondtam, hogy Szombathelyen születtem, 42-ben. Szüleim hivatalnokok, azt hiszem ezt így kell manapság mondani, édesanyám és apám is, mind a ketten könyveltek. De sokkal többet hoztam, mint ez a szakma. Mind a ketten muzsikáltak. Anyám egész jól zongorázott és tanítgatott is amatőr módon, és valami kis pénzt is kapott ezért. Apám kitűnően énekel, tenoristaként, emlékszem, amikor indultak Szombathelyen a varázshúvol előadások, akkor a tenorban ott volt. Gyorsan hozzáteszem, én meg ültem a szekundban a hegedűmmel, mert hát az egyik életem az zene, ezt azonnal ki kell mondjam. Néha fontosabb is, mint a szakmám.
és most, hogy eljutottam már ebbe a korba, magát a zenét is úgy, hogy megtanultam negedülni, csak annyira, mennyire egy amatőr megtanulhat. Játszom a Bőgyetemnek a óriási 60-70 tagú nagy zenekarában, Mahlert, Brahmsot, Brucknert, meg ilyeneket játszunk, nagy élmény, szólamvezető vagyok, meg egy kis amatőr, másik bandában is, klasszikus, meg barokki zenéket játszunk. Ez a zene alapvetően fontos, úgyhogy még az egyik előadásomban zenét is elemzek, tehát egy Brahms klarinétötösnek egy tételét próbálom kottával, zenével együtt az építészeknek elmagyarázni, hogy mit is jelent a zenének a struktúrája, a hangulata és minden egyéb. Gyerekkoromban, fiatalkoromban sportoltam, akkor nagyon fontos volt, most pedig ennek az emléke nagyon fontos. Egyetemnek volt akkor egy nagyon kiváló atléta csapata, olimpikonokkal, nem érdekes talán nevek, Kazi Olga, meg Szabó Miklós, Szekeres Béla, világcsúcsot tartottak, 4x1500-on, meg hát a mi 4x100-os váltónk az úgy csak a második, harmadik volt az országban, de az is jó volt, mindig én voltam a befutó. Középiskolában megnyertük a 4x100-at, akkor még gyengébb voltam, aztán a főiskolai váltónk az megverte a testnevelési főiskolát, két magyar válogatott hozta nekem, egyik hozta nekem a botot, a másikat a testnevelési főiskola, de azért sikerült megnyerni őket, és amikor a válogatottak, hadd mondjam, ismerős nevek lesznek, Gyulai István például, aki ugye a magyar atlétikának egy fontos alakja, együtt a többiekkel, Rozsnyai Gyubával, aki ugyancsak a váltónak, a országos váltónak a tagja volt, a MAX-ból, Londonban voltak a mentő versenyen, akkor hát én voltam a legjobb főiskolás, és így számított, én tudtam megnyerni, hát akkor ez nagyon fontos volt. Tehát egy sportgyőzelem az mindent felejtett, mindenek éppen egy siker a lányoknál, vagy bármi ilyen, tehát ez nagyon-nagyon lényeges volt, és azóta is a sport megmaradt nekem egy olyan, hát nem tevékenységedben, néha néha teniszezni, hogy öcsémben, hogyha egyáltalán időm van, meg önnek ideje van, azért mozgók, de kicsit más emberi tesz a sport, mint ha nem sportol. Azt hiszem, hogy így velem is ez történt, de hát a csoda tudja, hogy lett volna, ha nem sportoltam volna. Nem beszéltem még a családról. 1970-ben nősültem, feleségem Florian Klára, közgazdász végzettségű, ő is könyvelő, családunk is, BT-jének is, ő a könyvelője. Még ez a BT is működik, most már egyre kevésbé. Három lányunk született, mindegyik már 40 felé tart, a legnagyobb Ágnes az éppen a napokban ünnepelte a 40. születésnapját. Amit ellenben borzasztóan sajnálok, az, hogy közülük a legnagyobb Ágnes az Amerikában él, oda ment férjhez, egy magyar fiú vette el, egy unoka született, már 11 éves Pianka, most voltak éppen itthon, mert a legkisebbnek most volt az esküvője, ott már van egy másik unokám, a középső lánynál meg várom, hogy mi fog történni, ő jogász, ügyvéd volt, de valamit nem bírt ebben az országban, az elmúlt éveiben, ezt hogy mondjam, ilyen komolyan. Kikészült, és azt mondta, hogy ő bármit csinál, és elmegy máshova. Szerencsére egy rokon kint élt Londonban, és az egy ideig pátyolgatta. Most hazajön, lehet, hogy haza fog jönni, de őt kikészítette ez a elmúlt néhány év, vagy több év, nem tudom mennyit. És hát a jogászok azok sokkal több mindent megtapasztalnak, azt hiszem, mint azok az emberek, akik kevésbé az ilyen fejtelügyekkel foglalkoznak, mint például egy építész. És hát most egy 10 hónapja született a legkisebb unokám, egy fiúgyerek. Éppen élvezzük azt, hogy élveztük napokban, hogy együtt volt az egész család. Nagy esküvőt tartottunk vidéken, úgyhogy
remélem ez a családi együttlét, ez ha nem is így helyileg, de így már szeretetében is.